Egy tiszajenői lakost körözött a szolnoki rendőrkapitányság, mert a bíróság által korábban elrendelt bűnügyi felügyelet hatályát megszegte még májusban. Ráadásul ekkor egy olyan gépkocsival ment el otthonról, amit a tulajdonos tudta nélkül vitt el. Kunszed Mártoni kollégáimnak tudomására jutott, hogy a férfi egy tiszakülti családi ház padlásán tartózkodik. A rendőrök körbevették a házat, és a férfi megpróbált menekülni, kimászott a tetőre. Kollégáimon azonban nem tudott kifogni, utána mentek és a tetőn elfogták. A férfi a tetőről már bilincsben távozott. Egy idegen csávó a szomszédnőnek felment a padlására, aztán elbújt a cselép mögé, vagyis a háznak a falán. Aztán érdesültünk, meghallgattuk, aztán azt mondta, kijött a rendőrség, annyi volt, hogy elkapták, arról volt szó. De tudomásom szerint azt a embert keresték egy UD-t. A szolnoki rendőrkapitányság fogolyszökés védség és jármű önkényes elvétele büntet miatt folytat eljárást.